hogy állami átvételre kerültek az iskolák, többek között a mi iskolánk is, nagyon jól tudja azt hiszem minden jelenlévő, hogy mi a tiszakécskei tankerülethez tartozunk, és Nóra néni, mondom a gyerekeknek is megérdek meg ő, ő a tankerületi igazgató, és most egy szóra azért kérnénk, hogy jöjjön ide, és köszöntsön benneteket, bennünket. Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a pedagógus kollégákat is. Ezen a nagyon szép nemzeti ünnepen, március 15-én, és nagyon remélem, hogy ti is nagyon boldogan ünnepítek ezt a nemzeti ünnepet, és szeretnék gyakran találkozni veletek, szeretnék az ünnepségétekre eljönni, és mindenképpen szeretnék a kedves kollégákkal is találkozni, és a következő nagyobb megbeszélésen mindenképpen szeretnék részt venni. Köszönöm szépen! És akkor Szabó Gellért polgármester úrat kérném föl, hogy mondja mindenki köszöntőjét március 15-ös alkalmából. Kedves fiatalok, kedves régebb óta fiatal kollégák, március 15-e ünnepét üljük. Most ennek még előnapja van, holnap munka sincs, ünnepségek lesznek majd szerte az országban. A március 15-i ünnepség az, én úgy gondolom, hogy ti is úgy tanuljátok, hallottátok, hogy a 48-as forradalomnak az emléknapja. A forradalom a nevéből is eredően, hát nem éppen egy nyugalmas, elegáns, kiszámítható, méltóság teljes érzetet kell bennünk, hanem hát ott nagyon is, hát mondhatjuk úgy, hogy törnie, recsegnie kell valaminek, ha nem enged. És ez a törés, recsegés, ez általában ember életeket, sok-sok száz vagy ezer ember életet is jelent. Én most a 48-as szabadságharcunknak arra a napjára szeretném irányítani a figyelmeteket, ami éppen ezen a holnapi napon, annak idején 48. március 15-én és előtte néhány évtized alatt történt. Először is tudja ezt valaki közületek, hogy hogy hívták ezt az uralkodóházat, aki ebben az időben a királyokat, császárokat adta Magyarországon. Milyen ház volt az? Tanítónéniket nem kérek segíteni. Tessék! Habsburg ház, így van. Ez egy uralkodó család, egy dinasztia volt, Bécsben éltek, és ezzel kapcsolatban, hogy ők meddig gyakorolták ezt az uralmat a magyar nép fölött, azt nyilván tudjátok, hogy a török dúlás, a török uralomnak 150 esztendőt szoktunk emlegetni, hogy ilyen sok időn keresztül voltak itt, és nyomtak el minket a törökök. Ez a Habsburg uralkodóház, képzeljétek el, hogy 480 év keresztül uralkodott Magyarországon. Több mint háromszor annyi időn át, mint a törökök. 1825-ben már elkezdődött ennek a bizonyos szabadságharcnak, forradalomnak az olyan értelmű előkészülete, hogy ettől kezdve talált fokozatosan magára a nemzet. Széchenyi Istvánnak a nevével nyilván mindannyian találkoztatok, 34 éves volt ekkor. Ő a császárnak, a Habsburg császárnak, aki egyben magyar király is volt, a katonája volt, huszárkapitány, vagyis a legmagyarosabb hadnemnek a tisztje, és a
Pozsonyi Országgyűlés Pozsonyban volt a mostani szlovák fővárosban volt akkor országgyűlés, ez is a birodalom része volt, és hát ott elkezdték megvitatni, hosszú évek után volt össze a Pozsonyi Országgyűlés, az ország gondjait, dolgait, bajait, és Széchenyi ezen az országgyűlésen magyarul szólalt föl. És olyan előterjesztést tett ő a császár katonája, aminek a címzése az úgy szólt, hogy fenséges haza. Ez amiatt volt nagyon fontos, mert hogy ezt ő a magyar hazáján, nem a Habsburg birodalomnak, hanem a saját szűkebb hazájának címezte. Dorgálást is kapott ezért a császár tábornokától, az ő felettesétől, Széchenyi, és odáig elment a dolog, hogy lemondott erről a bizonyos huszárkapitányi tisztségéről, és kizárólag a magyar ügynek szentelte az életét. Ez az 1820-as éveknek a történéseiből nagyon fontos azt látnunk, hogy a nemzetnek ez a bizonyos magára találása, ez töretlen volt annak ellenére, hogy a Habsburgok végül is a maguk uralmát gyakorolták fölöttünk. De képzeljétek el, hogy 25-től 48-ig, 1848-ig a polgárosodásnak különféle jelei, beruházások történtek, az iparosodás. Iparos legények akkor kapták csak a mestervizsgájukat, hogyha Olaszország, Németország, Hollandia, Dánia földjeit bejárták, és az ottani mesterektől ellesték, amit a szakmájukhoz fontos volt, és itthon ennek a tudásnak a birtokába csinálták meg a mester művüket. Nagyon sok ismeretet hoztak ezáltal. A Magyar Tudományos Akadémia ekkor indult. 1825. november 3-án jelentette be Széchenyi ezt a bizonyos felajánlását, hogy egy éves jövedelmét ajánlja fel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. Melyik most Magyarországon a legnagyobb bank? Tippelhet erre valaki? Na melyik? Melyik banknak a nevét halljuk leginkább? Nemzeti Bank, az igaz, de mondjuk azt, hogy még egy másik ötlet javaslat. OTP, kiváló. Országos Takarékpénztár. Tudjátok, mikor alapult? 1839. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is ekkor alapult. Lánchíd felépült. Pesti Magyar Színház. Jedlik Ányos ekkor találja fel a Dinamót. Irinyi János a Gyufát. Brunswick Teréz. Az első kisdedóvót, óvodát ekkor indítja. Gyárak létesülnek, hírlapok nyílnak, Liszt Ferenc Berlioz járja az ország hangversenytermeit. A Nemzeti Múzeum 1848. január 24-én nyitotta meg először a kaput. Kedves fiatalok, forradalomról beszélünk, azonban március 11-én 1848-ban a forradalomnak a bájos, a csupa siker, csupa öröm, csupa napfényes része az, ami fontos. Annak ellenére, hogy körülbelül olyan idő volt, mint most eső egészen pontosan, de a politikusok ott Pozsonyban és a márciusi ifjak Pesten és Budán a legnagyobb örömben, de békességben indították el az ország függetlenedésének az útját. Tárgyaltak Deák, Kossuth, Széchenyi Bécsbe, és azt írja róluk a történelem, hogy olyan higgadtan, nagy önfegyelemmel tárgyaltak, hogy ez lette meg éppen az udvari pártoknak és irányzatoknak a képviseletét,
hogy a korábban évszázadokon keresztül rebellis magyarok, akiknél a második sértésnél már a kardcsörrentés dördült a pisztoly, most a tárgyalásokban a legnagyobb nyugalommal vettek részt, és győztek. Elérték azt, amit akartak. Építeni akart a magyarság, de nem a császárbirodalmát, hanem a hazát, a magyar hazát. Széchenyinek volt egy botrányos bejelentése az országgyűlésen, amikor azt mondta, hogy a magyar király, aki nem más, mint az osztrák császár, nem kegyet gyakorol azáltal, hogy betartja a magyar alkotmányt, hanem ez legszentebb kötelessége. Meglehetős dorgálásban volt emiatt is része. A műsorból fogjuk majd látni azokat a fontos eseményeket és azokat a benyomásokat, amik ehhez a naphoz kötődnek. Én most csak azt szeretném erősíteni bennetek, hogy a forradalom szó alatt 1848. március 15-én egy csodálatos virágnak a kinyílása jusson ezedekbe. Nem vér, nem küzdelem, nem embereknek halála, hanem egy virágnak a kinyílása. Szeretném ezzel kapcsolatban Nemeskürti Istvánnak a szavait idézni, aki azt írja, sosem ulasszuk el 48 szent emlékének ünnepén elmondani, a szabadságharcot nem mi kezdtük. A császár uszította ránk bérenceit, ősztől 1848 őszétől a saját hadseregét, végül az orosz cár katonáit, akik előtt ugye letettük a fegyvert világosnál. A császár ezzel ígéretét és esküjét megszegve, jó hiszeműséggel, aljasul, visszaélve juttatta el odáig ezt a nyíló virágot, hogy sok ezreknek a halálát okozta. Most azonban ünnepeljünk, és ha kimentek a mezőre, akár a hősi emlékműnél, akik ott voltak, láthatták, jönnek elő a virágok a földből, és hamarosan gyönyörködhetünk velük. Köszönöm a figyelmet! Kedves gyerekek, nagyon jól tudjátok, hogy mindenkor azért nem csak március 15-éről szoktuk megemlékezni, hanem a szabadságharcról is, ugye, ami egy hosszabb időszak. Polgármester úr is említette. És még az is tervünk és célunk ilyenkor, ezt is nagyon jól tudjátok, hogy azért tanuljatok is ilyen alkalmakkor. Picit szélesedjen a látókörötök, tudjátok meg sok minden hazánkról, a szabadságharcról most éppen. Ezért az ünnepi műsor előtt, és majd mindjárt meg tudjátok azt is látni, hogy miért éppen előtte, egy vetítést fogtok látni. A 7. osztályosokat kértem föl, és Norné Tündemélit, hogy segítsen ezeknek a gyerekeknek, hogy a forradalom és szabadságharc hogyan él az események után a köztudatban és a művészek között, főleg a képzőművészetben. Erről fognak nektek most egy PowerPoint-os bemutatót tartani, és természetesen kedves vendégeinknek is, úgyhogy most ez következik. Annyival szeretném csak kiegészíteni azt, amit Zsuzsanéni mondott, hogy nem csak arról lesz szó, illetve az elején nem arról lesz szó, hogy hogyan él a képzőművészetekben ez a csodálatos esemény, hanem arról, hogy az az időszak, amiről most Gellért bácsi beszélt, ami megelőzte a forradalmat, amit mi úgy hívjuk, hogy a romantika korszaka, az hogyan valósította meg azt, hogy a művészetekben is megjelenjen az a vágyakozás, amit majd a forradalommal fog kiteljesedni és a szabadságharcban. Ugye egy kicsit először azt látjátok, hogy hogyan bontakozott ki a művészetekben a szabadságharchoz vezető út, majd pedig a második felében azt, hogy ez hogyan élt a későbbiekben a művészetekben, elsősorban a festészetben. Tudom, hogy
türelmetet éljet, de nagyon szépen kérek benneteket, hogy befogadással hallgassátok végig a hetedikeseket, mert nagyon sokat készülnek és egy kicsit izgulnak, úgyhogy bátorítsátok őket a figyelmetekkel. Köszönöm. Az építészetben. Az 1848-tól 1867-ig a kiegyezésig terjedő korszakot főként a romantika jellemezte. Felidézi a görög és a római stílusjait. Ilyen stílusban épült a Péter-vásári templom, amelyet más néven a Palotok Péterkei Székesegyházának is rendelezik. A második képen a tatai bőrömöt láthatjátok, amely a Vértes Szentkereszti templom oszlopaiból és oszlopfőiből és néhány római sírkő másolatából áll. A harmadik képen láthatjátok a Pécsi Székesegyházat, vagy más néven Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházat, vártemplomot vagy bazilikát. Több százas stílus jegyeit hordozza magán, hiszen építését még a 11. században kezdte el Orzeolo Péter. Az utolsó képen az Ungerházat láthatjátok, amely egy két emeletes, két homlokzatos átjáróház, amelyet Ybl Miklós tervezett. Romantika a festészetben. A magyar festészet felvirágzása új utak, lehetőségek felkutatását jellemezte. 1849 után súlyos következmények kerültek erre a művészeti ágra is. Az első képen láthatjátok Zichy Mihály Mentőcsónak című képét, amelyet 19 évesen festett, még tanulóként. A második kép a második Lajos király megtalálása a Cserepatakban, amely nagyon hűen ábrázolja az akkori eseményt. A következő kép a Kovács Mihály csatajelenet, amely nagyon különleges, mert ebben az időben csak nagyon kevés kép készült és készülhetett erről az időszakról. És ez a helyzet az utolsó képpel is, amely a Táncsics a börtönben című kép, és ezt Jakobály Károly készítette. Romantika a szobrászatban, jelentős fellendülés, bár nem olyan óriási, mint a festészetben,
főbb művészek Izsó Miklós, Fadrusz János, Szala György és Trób Alajos. Az első képen Trób Alajos önarcképét láthatjátok, a másodikon a Csokonai Vitéz Mihály szobrot, amelyet Izsó Miklós készített, és ezt most napjainkban Debrecenben a Kálvin téren láthatjátok. A harmadik kép a Mátyás király emlékszobor, amelyet Izsó Miklós készített, és nagyon fontos műve. A harmadik képen a Táncoló parasztok szoboregyüttesből három darabot láthatok. Ez 15 darabból álló szoboregyüttes, mindegyike ilyen kis araznyi műalkotás, és szinte az összesen csak egy-egy órát dolgozott a művész. Az utolsó képen pedig a Honvéd szobrot láthatjátok. A költészetben művészeti stílus a 19. században szó szerint jelentése legényesik, jellemzője az elvágódás és a művészi szabadság megjelenítése, a nemzeti múlt és a történelmi események felé fordulás. Fő képviselők Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór, a közszívű ember fiai. Az első képen láthattok a Fülemiléből, Arany János Fülemile című verséből egy részletet. A másodikon pedig 1848 fontos képviselőit. A harmadik képen az útilevelek kéziratát, a negyediken pedig a 19. század költőiből egy részletet, és az utolsón pedig a nemzeti dal egy korabeli másolatát, Petőfi Sándor a háttérben látható. Romantika zenében. Szabadság, egyenlőség, test, vériség, eszménye, himnikus, ennek keret hangvételt kíván. Jellemzője az érzelmegazdagság. A közönséget megkódító operák dallamosak, olasz hatás, látványosak és mozgalmasak, francia hatás. Saját kifejező formáikat mégis a magyar nép dallamvilága, a verbunkos zene határozza meg. Fő művészek Elker Ferenc és Egressy Bény. Az első két képen láthatjátok a himnuszt, és az első mostani nyomtatásban, és a másodikon pedig egy kéziratban. A harmadik képen a keserű bordát láthatjátok, az utolsó pedig a hazám-hazám egy mostani formátumban látható. Öltözetek és népi viseletek, először a polgári és a gazdagabbak viselete. Ezek a ruhák pamukból készültek, nagyon divatosak, és a nyugatot képviselték, mivel nyugatról származik. Nagyon karcsúsított és sok részből áll. Az első képen láthattok egy sárkánygyús csizmát, a másodikon egy hosszabb inget, a harmadikon egy hosszabb szárú, szűk szárú nadrágot, a negyediken egy katonai Attilát, a következő képen egy kabátot láthattok, aztán egy férfit, aki a korabeli stílusos frakban látható, a következő képen egy újabb ködmön, majd egy cilinder, amit nagyon sokan hordtak ebben az időben, az utolsó képen pedig egy bőrkesztyű látható. Férfi paraszti viselet, ezeket a ruhákat a szegényebbek hordták, ezek egy kicsit díszítettek, hímzésesek, és általában egy-kettő készült pamukból is, de inkább állati bőrből és gyapjúból. Az első képen láthattok egy úgymond mindennapi paraszti viseletet, a másodikon egy bőrszáró csizmát, a harmadikon egy díszes, nagyon díszes sübát, aztán egy nagyon-nagyon jellegzetes bőrnadrágot, az ötödik képen pedig egy tollas kalapot, és az utolsó képen pedig egy nagyon díszes
kerülünk. A rangosabb új hölgyek viselete, elképzelhetitek, hogy milyen lehetett 8 alsó szoknyát hordani, vagy ez milyen melegenete, ráadásul még csomó kiegészítőt is használtak. Az első képen láthatok egy teljes úri női öltözetet, a következő képen egy keresztalakos cipőt, a harmadik képen egy nem olyan díszített alsó szoknyát, majd egy csipkés aljú alsónadrágot és egy díszes nyakláncot. A következő képen egy inget láthattok, és egy nem túl díszített kalapot, az utolsó képen pedig egy nagyon szép csipkés lerépőt. A női parasztviselet arról volt híres, hogy nagyon szegényes ruhák voltak, nem voltak túl díszítve, de ebből is nagyon sok darab volt, és ezekhez is kiegészítőket használtak. Az első kép egy rántott bőrszoknyáról és egy kötényről készült, a második egy kopogós sarkú kis papucsból, a harmadik egy díszes ingből, ingről készült, a negyedik egy szalagos alsószoknyáról, a következő egy szűkebb díszes kis mellényről, az alatta lévő kép pedig egy idősebb nők által használt fölkötőről, a következő kép pedig egy vászonkendőről, ami nagyon díszített, az utolsó kép pedig egy szép csipkés ingvárról készült. Szabadságharc emlékezete a művészetekben. A szabadságtestvériség, függetlenség Magyarországon mindig nagyon fontos alapfogalmak voltak. Ezek az eszmék megjelenítése pedig a 1848-49-es szabadságharc adta, és ezek az eszmék kihattak a művészetre is. Számos művészt megérintettek ezek az eszmék, és az ilyen témájú képekben két dolog sűrűsödött össze, maga az esemény és a jelenleg szóló üzenet. És ez a lábrázolás pedig a művésznek a viszonyulást, álláspontjától függött. A szabadságharc bukása után nagyon kevésképp készülhetett, ennek oka a cenzúra volt, hogyha képek készültek, ezek is csak külföldön, grafikai formában, de hogyha Magyarországon festmények készültek, akkor inkább a műtermek rejtekében maradt. És az 1867-es kiegyezés után Lika Károly a festészetet romantikának nevezte. A szabadságharc emléke után erősen jelen volt az emberek gondolkodásában egészen az első világháborúig. Az 1868-ban kiadott honvédalbumban a kor ismert művészei készítettek képeket. Munkács Mihály, Wagner Sándor, Bencu Gyula és a fiatal Színyei Mersepán. Színyei előőrt című képén nem hagyományos honvédábrázolás követi, hanem a romostájban megjelölő katona háborús pusztítása elméke. Munkács Mihály egyik híres műve a tépést csináló, amit 1871-ben készített, ma a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. Az alakok tipikus figurák, akik a szabadságharcban részt vettek és megsebesültek, ennek a történésüket meséli el a hallgatóságnak. Személyes tapasztalatból festette le a képet, és a fő témája az emlékezés és az elbeszélés. Torma János Aradi Vértanúk című festménye 1893 és 96 között készült, ma a Torma János Múzeumban található meg Kiskunvason. A festő nagyon sok kutatást végzett a festmény elkészítése előtt, például elment
maga a kivégzés helyszínére adatokat gyűjteni, és az egyik szemtanúval is beszélt. Ebben az időszakban nagyon híres volt a történelmi hűségre törekedés, viszont újdonság volt a kivégzésnek az ábrázolása. Ezt a képet Réczi István készítette, a címe a Honvéd temetés. Ezt a képet 1899-ben festette. Az ő alakjaiban is látszódik a forradalmi lélek ábrázolás, de nem olyan formában. Ő inkább a végső elmúlást festette meg, és ez a pillanatkép arról szól, hogy az öreg honvédek társok temetése után kivonulnak a temetőből az őszi alkonyatban. És ezen a képen látszik az, hogy nekik már csak a forradalomnak egy emlékezete maradt, és csak ez a rituálé. Az előző képekben az a közös, hogy mind a forradalom eszköjét próbálta a hétköznapi napokba belevinni. A művészek érezték az ábrázolásmód határait. Az eredeti hat az nagyon jelcés emlékek, és a közvélemény között valami fajta korlát ellentét húzódott. Közleinek érezték magukhoz ezt az eseményt, ezért nem tudták természetes módon nézni. Például Szinyei életművében magányosan áll ez a téma. Munkácsi és Réti később más téma felé fordult. Torma későbbi képein küzdött meg a témával, és Hollósi soha nem fejezte be művét. A 48-as relikviák a szabadságharc utáni időszakban számos család megőrizte a résztvevőknek a tárgyait, például kalapokat, fegyvereket, és ezek a tárgyak nem a díszítés miatt érdekesek, hanem a hozzáfűződött hagyományhoz és a történethez. Ezen a képen egy kulacsot és egy üstöt látható. Ezt Harci László körülves akkor kapta, mikor beállt a seregbe, és a kulacsra rovás írása az van ráírva, hogy Magyar Szabadság. A második képen egy cserépordot láthattok, a tulajdonosa még az ütközetbe is elvitte, a szélén, hát itt annyira nem látható, de így különböző letörések vannak, ami karcsapásoknak a emlékeit őrzik. A következő képen több relikviát is láthattok, az utolsón pedig egy babélevelet, ami Kossuth Lajos zsavataljáról származik. 1848-as hősök ábrázolása tárgyakon. A szabadságharc hőseinek, főleg Kossuth Lajosnak portréi különböző olajnyomatokon, fába faragva, kalapokba varva és paraszti tárgyakon jelentek meg. Ezen a képen láthatjátok Széchenyi nyomatát egy vászonra. A következő képen egy kalapos mester által készített kalapot, amelynek bélésén egy szabadságharcos kép látható. Azon a botonata szélén pedig Petőfi Sándor látható. A különböző például tányérokra is raktak nyomatokat, mint azon a képen. A többi pedig különböző nyomatokból áll, amiket ebben a korban készítettek. Reméljük, hogy ezzel gazdagodott a tudásotok, és megjegyzitek majd ezt a későbbiekben is. Nagyon szépen köszönjük, és valóban ez még egy kicsit több is volt, mint amivel én tudtam, amiben talán lényben megállapodtunk. De nagyon örülök neki, mert nem tudom, ti gyerekek, amik közben a hatodikosra készülődnek, elmondom, gondolkodtatok-e már azon, hogy vajon milyen fában volt a szoklanak
esett az eső, és milyen eseményük volt azoknak az embereknek, akkor 1848. március 15-én hasonlította az vajon a használatos eseményekhez. Nagyon érdekes ezeken elgondolkodni, és úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre is egy picit választ kaphatok most, hogy hogyan éltek akkor az emberek, milyen ruhákat voltak. Nagyon szépen köszönöm, és úgy gondolom, hogy igaz, amit most itt a lányok mondtak a végén, hogy mindannyian tanultunk, és akkor csendet kérnék a kicsiktől is, és türelmet, hiszen most következik az ünnepi műsorunk. A műsort a 6. osztályosok adják elő, Steklács Jánosné osztályfőnök készítette föl a 6-osokat. Kérem a gyerekeket, hogy figyeljetek nagyon, és akkor ha elkészültek a... Tessék a szép konkrétát, kérdés a szívet töré. Itt a bőzös, a fogom bőzös. Almány testvék, édes napodat viselkedik.
város közepébe felteszik a zászlót torony tetejére. Sok magyar legénynek most el kell indulni, sok magyar menyesként özvegyen kell hagyni. A szép szabadságért, szép magyar hazáért, háromszínű zászló oltalmazásáért. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az időkényéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden szerető tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe erős fényen ledognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáig ma szívünkbe szólja. Miért hoztál ide? Figyelj, műsoroznak. Szokásos műsor, szokásos unalom. Hát nem értek, miért vagyunk? Ugyan minden évben ugyanaz, minden évben sok szöveg is betű. És a szabadság? Mit ér az ember, ha magyar? Milyen magyar? Nemzet, mely nehéz kis a cselekvésben, fogékony és gazdag a látásban, hiszen halál miért nem cselekszik? Ó, akkor egykor ifjú jókai és lángolók betűnti szavaz engem. Fokát a lenget, zászló dobogot, a költök érdek, és felelt a nemzet. Ha nem törd el a bűncset és a börtönajtót, szépség, igazság, lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. Látod, csak versek nincs mindig. Vers és próza, mert így emlékeznek. A hősökre, a nevekre és az eszmére, a méltósoknak adták vérüket, de szabadnak születtél, szabadságnak mások. Mert ha a nép nem szabad, a szellem sem jöhet, és egy hazat mindent tudok, aki a jövőnek úgy veszni. Mi kér a nép? Most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép? A föl kell, és nem kér, de vesz, ragad! Hogy a bincsek elnyomás.
vártok a büszke magyar Rákóczi felé. Nem érjük el várakozni, szaporán. Ha jókorban, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még most is megvetnek, az Úristen kegyelmezzen tüvetnek. Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis erő! Felelős minisztérium után és Pesten! Lázár Vilmos! Évenkénti országgyűlés Pesten! Schweiger József! Törvényszerű egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Göttember Gergő. Nemzeti Őrség. Török Ignác. Közös tehetséges. Lafner György. Krízics Károly, Eskült Szép, képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József, Nemzeti Nap. Gróf Reiningen Westerburg Károly, a katonaság eskültjéknek az alkotmányra, magyar katonáinkra nem védjük önre. A külföldieket vigyék el. Maurich Lajos. A politikai tárgyszerű szabadonság. Damjanics János. Unió elvége. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség. Szabadság! Testvériség!
Istenére esküszünk, vagy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, vagy rabok tovább nem leszünk. Hiszen én ezt ismerem, a magyar nép megint szép lesz méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyar Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A mi forradalmunk Peste március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezrek meg ezrek csoportoztak össze Isten neve alá, ezrek meg ezrek emelték égre kezeiket, és egy szívvel szájjal mondták Petőfi Sándor után az esküszavait. Üdvözlés születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád ehedve, annyi ilyen általunk kísérted, boldog lelkünk a világban érted, mint őseink egy ezred év előtt tevének, azt kell tenni most ünnepel. Bármi erővel, bármi áldozattal, bármi szállnék elvesztek belé. Hazát kell nektek is teremteni, egy új hazát, mert szebb a végén. Szúkjatok harangok, ős magyar harangok, elmentek egy veszteg említenünk. Hirdessétek zenve, hirdessétek zúgva az egész világot, az első napját a magyar szabadságot. Zúgjatok harangok az elek is reggelek, virasszátok talpra az a lét nemzetet. Hirdessétek zengve keletnek nyugatnak, lesz végre hazája a szegény magyarnak. Zúgjatok harangok, zúgjatok zengjetek, adjátok vissza az elveszett hiteket. Hirdessétek zengve északnak és délnek, örömünknek lesz az egész magyar nép. Zúgjatok harangok, zengjetek, bogjatok, zúgjatok harangok, Stand.